estét kívánok! Akik nem voltak itt múlt héten, bemutatkozom, Szegfű András filmtörténész vagyok, és rögtön bemutatom mai vendégünket, Bélévész László rendezőt, aki a Látogatás című filmünket rendezte. Ezt fogjuk látni a rövid bevezető beszélgetés után. És kérem szépen, engedjék meg, hogy ma személyemetlenül személyes legyek, mert nagyon ritkán van ilyen eset, de hogyha Révész Lászlónak a szakmai pályafutását ismertetem, akkor majdhogy nem azt mondhatnám, hogy a barátság történetét ismerhetem, mert már nem ismerem megmondani, hogy hány éve vagyunk egymásnak a... 51-2. Jó, fiatalítsál csak magunkat. Van az 60 is, bocsánat. Bizony. Csak számolj. Nos, jó. De hát Laci a Pécsről jön, egyébként a családodat, hogy jellemezzük, Szerbiából települtek át Magyarországra? Hát Kárpát-medenceiek vagyunk, mert a apám még a Monariában született, de aztán, illetve igen, ő még a Monariában született, de aztán elcsatolták ezt a szerémségi részt, és attól kezdve mi Magyarországon kívülre kerültünk, és 43-ban ő, mint katonaszökevény jött át Magyarországra, és miután itt tisztázódott, hogy nem kém meg egyéb, hanem megszökött a horvát hadseregből, azután utánunk üzent, mert én voltam 8 hónapos, és anyámmal együtt áthoztak őket, akkor a Duna volt a határ, Vukovárnál, egy tehénáráért, és egy varógéppel és egy bödön zsírrel kezdtük a magyarországi életet. Értem, tehát Horvátországból. Igen, de szerint. Így vagyok én pécsi végül. Igen, így kerültél Pécsre, és Pécsről pedig a budapesti bölcsészkarra, és a budapesti bölcsészkaron Laci egyike volt az 5-ös Dorán Tudomány Egyetem amatőr filmklubja alapítóinak, ahol én nagy bánatomra nem voltam ott, csak 3 hónappal később ismerkedtem meg velük, és akkor csatlakoztam hozzájuk, és mindez volt valamikor 1961-62 körül. 61 őszén, igen. Így van. Na most Laci... Zárójelben Rádai Mihály későbbi városvédő volt az egyik alapító, és Perényi Endre azóta meghalt. Amatőr televíziós lett aztán. Televíziós és kiváló animációs filmes. Nos, és Laci az amatőrfilmklubban dokumentumfilmeket készített, ezek különböző díjakat nyertek, és hála Istennek a mai napig is van még belőle archív kópia. És latin volt az egyik szakod, mi volt magyar a másik? Latin. Magyar latin, és 5-ös kollégista voltál. Igen. Értem. Mihez akartál kezdeni egyetem után? Hát, és mi sikerült belőle? Amikor felvételiztem, akkor még úgy tűnt, hogy pedagógus, de ahogy fölkerültem Pestre, a Pécshez képest, ami szintén nem egy kisváros volt, de Pécshez képest Pest egy akkora forgatag volt, és úgy fejbe kúrintott, hogy mondok 2 filmcímet, amit 60 szeptemberében láttam 2 hét különbséggel, a Hamu és Gyémántot és a Szerelmem Hiroshimát. És hát akkoriban indult meg ez a nyitás és a pezsgés az egyetemi színpadon is, és körülbelül egy év alatt eldőlt, hogy hát nekem akkor az audiovizualitással kell majd valahogy foglalkoznom, és ezért jött létre az amatőr filmklub is, és ugyan elvégeztem a magyar latin szakot, ennek ellenére már az első komolyabb ilyen egy évig tartó Herskó-féle felvételi folyamatban részt vettem 64 őszétől 65 őszéig. Helyhiány miatt nem vettek föl, viszont akkor utcáról bekopogtattam a televízióba mindenféle mobilokat kérjük kikapcsolni, mindenféle protekció nélkül, és fel is vettek segédfelvételvezetőnek. De akkoriban akkora volt a káderhiány, hogy egy hónap múlva már élőadást rendeztem, mert megbetegedett az egyik rendezője az iskola televíziónak, az iskola televízió című
szuperprodukció ment a Hargita panziónak a szemes pincéjéből, mert ott volt az adó mellett a televíziónak egy gépterme is, és ott volt két kamera, ami ilyen kisebb beszélgetéseket rögzített, de hát az rögtön egy komoly adás volt, mert 8 perces filmbejátszást mondott alá élőben a Hódos Judit, azóta meghalt sajnos szörnyű balesetben bemondom, és utána beszélgetett egy stúdió vendéggel, ez volt a 20 perces iskola televízió postája. Ennek ellenére nem maradtam az iskola televíziónál, hanem a jó szerencse összehozott Bokor Péterrel, a Századunk produkció akkoriban indult, és hát végül is a Századunk műhely volt az én igazi nevelő iskolám, bár közben elvégeztem estén a főiskolát is, és így tovább. De a Századunk, hál' Istennek, egy olyan bonyolult ismeretterjesztő műfaj volt, amiben még rekonstruált jelenetek színészekkel is voltak, és így tovább. Tehát ott rengeteget lehetett tanulni, és így lettem végül aztán 70-re önálló rendező, és akkor az egész televíziós pályafutásom, mert végül is ez az egyetlen munkahelyem volt, és így mentem nyugdíjba, az végig egy kettőség jellemezte, mert egyrészt voltak a, így mondom, kötelező igavonó feladatok, tehát különböző stúdióműsorok, egyebek, amiket meg kellett csinálni, és a főnökeim észrevették, hogy ennek a fiúnak van egy becsípődése, hogy szeretne dokumentumfilmeket készíteni, és hál' Istennek majdnem mindig akadt olyan főnök, aki ezt tűrte vagy támogatta. Tűrte vagy támogatta. Hát volt, amikor be is tiltotta, még olyan is volt. Hát... Laci, egy televíziós rendezőnek azt hiszem százakban mérhető az életműve. Tudsz egy számot mondani, hogy összesen hány műsoron volt rajta a kezed? Műsor, adás, film, egyéb, mindent összevéve? Hát 1500 körül, ebből 800 valamennyi az megtalálható a televízió archívumában per pillanat, addig, amíg bebizonyosodik, hogy ez az egész matéria tartósa vagy nem, tehát mert a fekete-fehér film az már bizonyított, de a színes filmek is fakulnak, és így tovább meglátjuk, hogy az életműből mi az, ami tartós marad. Nos, én kiemelnék, még mielőtt a mai filmünkre térnék, kiemelnék két olyan produkciódat vagy projektet, amelyik azt hiszem, hogy nagyon fontos. Az egyik, hogy elkezdtetek egy dokumentumfilmet egy Pécs környéki községben, és aztán ezt 30 éven át? Igen. 30 éven át folytattátok. Tehát a 18 filmben szerepelnek jelenetek a 30 évvel ezelőtti, és egészen 30 éven át folyamatosan követték, hogy mi történik ebben a községben, amelyet úgy hívnak, hogy Pogány. Mondj erről egy szót, mi vitt titeket oda, Hanák Gáborral, ugye? Igen. Hát természetesen, mint ahogy az egyéb filmeknek, ezeknek is megvan a maguk sorsa, mert egy mínuszos hírből indult, hogy a Pogányi TS filmfelvevőt vásárolt magának, és akkoriban mi már ismertük ugye a francia antropológiai filmeket, zsánrós egyebek, hogy milyen jó, hogy ők filmezik magukat, és akkor mi meg időnként szintén oda megyünk, és hozzáforgatunk. Na most 70 április 4-én a Bokor Péter kisfiatjával mentünk le, de már Márkus István szociológus. Nem le, oda. Oda. Márkus István szociológus, faluszociológussal együtt, és kiderült, hogy valóban van egy 8 mm-es felvevő a főkönyvelő páncélszekrényében, jól elzárva, és még egy centit nem forgattak vele, de maga a falu nagyon érdekes, mert három nemzetiség, bosnyákok, németek és magyarok élnek együtt, az összes múltbeli konfliktusaikkal, amiket aztán sikerült felgöngyölíteni magában a sorozatban is, és ezt az egészet
prosperálóvá egy Pécsről kiáró agrárértelmiségi csapat teszi, akik egyik majorba ottan létrehozták a TS központot, és amikor mi 70-ben elkezdtük, akkor már 10 éve működtek, és már elérték a kiváló TS szintet. És hát, hogy mennyit változnak az idők, és mindig azt mondom, hogy arra van pénz, amire akarják, hogy legyen. Mert akkor nem volt gond abból, hogy a Hanár Gábor szerkesztő és a Márkus István agrárszociológus, meg annak a mennyasszonya 3 hónapig ott éltek a faluban, minden házban jártak, mindenről volt egy pontos kataszterű. Tehát amikor mi kamerával oda mentünk először, akkor már tudni lehetett, hogy kihez érdemes menni és miért. És így indult el ez a akkor 4 részes film. És végül hány részes lett? Hát összesen a 30 év alatt 18 film. 18 film. No, erről is lehetne beszélni, de most nem fogunk. A másik projekted, amit kiemelnék, mert volt még ezen kívül, de én kiemelnék, mert azt személyesen is láttam a körülötte lévő konfliktusokat. Tagja voltál a Balázs Béla stúdiónak, és ott készítettél egy filmet Kis Amerikáról. De most mindjárt kiderül, hogy mire kell gondolni, amikor azt mondom, hogy Kis Amerika. Kis Amerika, Óznak egy külön része, közvetlenül ott a 8, akkor még 8 kémény volt, most már csak 2 van, fölött a domboldalban, és ezt a limamurányi acélműveg építette a szakmunkásainak. És valamikor az 1800-as évek végén, akkor az valóban a szakmunkásoknak egy 40 négyzetméter szobakonyha, egy vízcsappal. Ez egy elit dolog volt. Egy dolog volt, szembe a udvaron átmenve, ott van egy fáskamra, meg egy budi, meg 8 négyzetméter kert mindenkinek. Ez akkor egy elit dolog volt, de amikor mi oda mentünk Kozák Gyula szociológussal körülnézni, akkor ez már egy majdnem nyugdíjas telep volt, de azért voltak benne fiatalok is, és azért esett a választás erre a kis zárt kolóniára, mert ez könnyű volt és áttekinthető, és ott nagyon hamar meg tudtunk velük barátkozni, mert előtte próbálkoztunk mi az ózdi dolgokról egyébként is filmet csinálni, erre lett volna engedély is, de hát amíg a pártbizottságtól meg a szakszervezettől az első élő emberig eljutottunk, és az is kiderült, hogy az egy ilyen kitüntetésekkel dekorált díszmunkás, akkor azt mondtuk, hogy ezért nem, viszont ezért a Balázs Bélába adtuk be ezt a Kis Amerikát bemutató ötletet, ami leforgattunk, elkészült, és ha jól emlékszem, akkor ez volt az első olyan film, amit nem a filmfőigazgatóság mondta, hogy ez nem kerülhet nyilvánosságra, hanem maga a vezetőség mondta. Viszont hogy a nem. Te pincédben megőrződött egy kópia, és ezt most felújítottátok és igen, a dolog bonyolultabb, mert ugye azt mondták, hogy ez így, ahogy van, munkásosztályon gúnyolódik, selejt, stb. Szó sincs róla persze. És én viszont jóban voltam a gyártással, és odaálltam, amikor a selejtet ki akarták dobni a megsemmisítésbe, és ezeket a dobozokat, amelyre költöztünk 30 éven keresztül, cipeltük magunkat, és a Történelmi Film Alapítvány adott 2005-ben, tehát 30 év múltán pénzt arra, hogy ezt az egészet rekonstruálhatjuk, és hát szörnyű bűn, olyan jól sikerült, hogy rögtön a Veszprémi TV Fesztiválon a kategória díjat is kapott. No, hát akkor ez egy késői elégtétel volt, de azért biztos, hogy jól esett. Abszolút, Ragályi Elemér maga kért elnézést a Balázs Béla stúdió nevében, mint zsűri elnök. Nos, akkor most elérkeztünk a mai filmünkhöz.
Ahhoz, hogy ezt el tudják helyezni a Kohlnak a filmtörténetében, ahhoz azt tudni kell, hogy ekkoriban azért bár voltak érintkezések, de a Magyar Televízió és a Mafilm, tehát a filmgyár, a maga játékfilmjeivel, meg a híradó dokumentum, ez két külön vár volt, szomszédvár vagy valami, voltak átjárások a kettő között, de azért ez egyáltalán nem volt könnyű. Na most ezt a filmet te viszont a Mafilmben csináltad meg, ha jól tudom, Nemes Kürti stúdiójában. Igen, koprodukcióban a televízióban. Televíziós koprodukcióban. Hogy kezdődött ez a film? Egyáltalán honnan jött az ötlet, hogy Brooke Edith magyar származású, de olasz írónőről film készüljön? Hát ahogy már egyszer mondtam, a filmeknek is megvan a maguk sorsa, mint a könyveknek az ősi mondás szerint. A dolog úgy kezdődött, hogy a Nemes Kürti tanár urat még az egyetemről ismertem, ismertük egymást, ő röptetett bennünket, többünket veled együtt, filmklub bevezető előadásokat tartottunk, és így tovább az ő égisze alatt, és amikor a Brooke Edith írt egy forgatókönyvet a 20 évvel ezelőtti ide látogatásából, akkor a Nemes Kürti ismertetett bennünket, akkor még nem volt nagy divat a verkfilm, de hogy én, mint már félig meddig gyakorlott dokumentarista, készítsek egy ilyen verkfilmet, egy ilyen riportfilmet arról, hogy az Edith hogyan készíti el ezt a filmet Magyarországon, mert ő akkor már Olaszországban rendezett televízióban, és itt írt egy forgatókönyvet a Nemes Kürtihez. Tehát eredetileg nem arra volt szó, hogy te csinálsz filmet, hanem Brooke Edith csinál filmet, te pedig azt filmezed, hogy ő hogy filmez. Igen. És akkor a magasságos filmfőigazgatóságon úgy döntöttek, hogy a Brooke Edith forgatókönyve az magyar ellenes, mert olyasfajta népi antiszemitizmus nyilvánul meg benne, ami akkor még egy teljesen szűnyeg alá söprendő téma volt. És mi meg már annyira összeismerkedtünk az Edith-tel, hogy akkor nekem volt az ötletem, hogy próbáljuk meg akkor ezt egy csavarral úgy megcsinálni, hogy Brooke Edith-ről készül a portréfilm, és akkor ezen belül némiképpen még azt a látogatást is meg tudjuk örökíteni, amit ő az eredeti filmjében tervezett. Hát ennek az eredménye végül is a film. Köszönjük szépen a figyelmüket, és szeretnénk kérni, hogy aki itt a film érdekelt, az utána, ahogy már múltkor is, most is maradjon itt. Mi itt leszünk, lehet kérdezni a rendezőtől, akár tőlem is, és mi még talán tudunk egymással is egy kicsit beszélgetni. Úgyhogy most jöjjön a Látogatás című film, Béré Vész László filmje. Brooke Edithnek a Brooke, szóval az ő eredeti családi neve Steinschreiber, tehát kőíró, ez volt a családnevük, és a Steinschreiberéket emlegetik ott a faluban. A Brooke Edith a harmadik férje volt a Edithnek, és a Nello Rizzi a negyedik, akivel most is együtt él. Ez biztos többen megkérdezték volna, hogy éle ő még, tudunk-e róla valamit, igen, tartod vele a kapcsolatot? Abszolút tartom. 83 éves, a Nello Rizzi a férje az már 94-ben van, a Edithnek volt egy csípőprotézis műtétje mind a két oldalon pár évvel ezelőtt, de hát nem tudom, hogy mennyibe kerül mozi forgalmazásba, de készített ő a táborból való szabadulásról is egy írást, nem régen, egy pár évvel ezelőtt, Hány csillag van az égen címmel, ami talán idén kijön magyarul is. Lefordították már most, még a kiadókkal folynak a tárgyalások, de abból a könyvből készült egy film, Anita B. címmel, amit itten az Olasz Kulturális Napok keretében vetítettek, aztán, hogy és
magyar felirata, aztán, hogy ez mozi forgalmazásba került-e vagy nem, azt nem tudom. Nagyon jó főszereplőt találtak, egy ilyen serdülő lány, aki lassan nővé érik, a táborból való szabadulás után Szlovákiában, de Edit maga elégedetlen a filmmel, mert szerinte az írása az sokkal keményebb és szikárabb, mint ami a filmben lett. A film elég jól meg volt csinálva, én láttam. Járt ő Magyarországon azóta? Hát egy könyv bemutatója volt, mármint a forgatás óta. Igen. A Magyar Írók boltjában, azt hiszem a Transit című könyvé, azóta nem járt is, és most már nem nagyon vállal utazást. Értem. 83 évesen. Nos, hát akkor de beszéltem tessék velem, parcsolni, van-e? Múlt héten beszéltem vele. Elmondtad, hogy itt leszünk. Igen, meg hát a Lőcsei Gabriella összehasonlítva ezzel az Anita B-vel írt egy nagyon érdekes cikket, ugyan a Lőcseit elküldték a Magyar Nemzettől, de ő csinált egy saját blogot, és azon belül minden héten notóriósan keddenként ugyanúgy készít filmjegyzetet, és ott éppen ezt a két filmet hasonlítja össze, illetve azt mondja, hogy a fikciós film mellett ezt kéne vetíteni, ezt a 30 évvel ezelőtti filmet, mert a kettő együtt adja ki a reális képet nagyjából. Nos, van-e valakinek kérdése, vagy megjegyzése? Nem a tartalmát érintve a filmnek, hanem műfajilag, jól értettem, antropológiai filmezés nyomán, tehát a francia antropológiai műfaj nyomdokain készült ez a film is? Hát ez nem ilyen egyszerű. Mert a rendező úr azt a műfaji jellegzetességet. Ez inkább arra vonatkozott ez a megjegyzésem még az előbb beszélgetésben, hogy amikor a Pogány című film ötlete fölmerült, akkor nekünk volt már egy ilyen tudásunk a zsánrusnak, az Emberi piramis és más filmek kapcsán, hogy a helyiekre építve kell csinálni az igazi dokumentációt, aztán ez Pogányban egész másként sikerült éppen azért, mert ők magukat nem filmezték. Aztán később az évtizedek során már, amikor a technológia is könnyebbedett és jött a VHS meg a Super VHS, akkor a produkció vett nekik egy kamerát, és akkor ők készítettek magukról is felvételeket, amiknek egy része... Pogányja. Igen, egy része bekerült ebbe a... Tehát ez közvetlen genetikai kapcsolat nincs a zsánrusféle antropológiai filmezéssel. Rendező úr pontosan ugyanúgy lát mindent most is, mint akkor, abban a mutatis mutandis, az a kor, ahogyan készült a film. És a kritikus mellett önkritikus hangokat nem lehet hallani ilyen szempontból. Az élő riport, élő főhős önmagában is egy megküzdendő és leküzdendő feladat, mert én egy keményebb változatot készítettem először a leforgatott anyagból, akkor jött az Edit és megnézte, és akkor került bele egy-két olyan dolog, ami végül is az eredetiben nem volt benne, de elfogadható kompromisszumnak tartottam, és abból jött ki ez az eredmény, ami itt látható a vásznon. Ezért most nézve is ezt abszolút vállalhatónak tartom, mert nem volt benne például, amikor ő meglátja a romokat a házuk helyén, és kitör belőle ez a nagy zokogás, akkor a fölé rakott vers, ez kifejezetten az ő kérésére került oda, ami lehet, hogy egy oldás, de egy idő után kell is egy oldás. Egy idő után az ember abba hagyja a vitatkozást, akkor talán nem kellett volna a Cavattini, hát az egy világhírű
neorealista filmíró volt, aki először nyilatkozik az edzésről, de talán nem kellett volna még két másik kritikusnak is megszólalnia, vagy rövidebben kellett volna. Hát ilyesfajta kompromisszumok voltak, de hát például rendkívül fontos, hogy a festőnő barátnője, a német barátnője elmondja, hogy a németek tudatában ez az egész hogy jött le, és hogy vette őt meg aztán az, amit egyikről megtudott. Úgyhogy biztos, hogy mai fejjel kicsit másképp csinálná az ember, de most így visszanézve azt mondom, hogy hát ez akkor így történt, és teljesen vállalható. A zsidó templomnak a sorsa az mitől lett az, ami? Mert ez nem az idő vasfoga volt. Ez az első kérdésem. A másik az, hogy hát a házról azért látszott, hogy jól láttam-e, hogy az nem csak az idő vasfoga volt szintén, hanem ugye ez az, ami használható volt, elkerült, többek között a lábos is, nyilván az elején a tető is, a jobb halák, vagy a nem tudom micsodák, a jobb gerendák. A harmadik, meg a negyedik, ez egy kérdés tulajdonképpen, hogy 60, jól értettem, 62, meg 84 a látogatás időpontja, a 19 évetől, ugye? Igen. Hogy ugye az első látogatásnál azt emlegette, hogy azt mondták neki a falu lakói, hogy a nyavajának jött vissza. Nem tudom pontosan idézni a szavakat, de minek jöttetek zsidók vissza, valami ilyesmi volt. Hát azt nem 62-ben mondták neki, hanem azt 45-ben, amikor, igen, 62-ben visszakérték a kölcsönadott pénzt. A kölcsönadott pénzt, de a 62-es történetről nem szólt a film, csak ez az visszaemlékező mondat. Igen, igen. Tehát a 81-es történet van fölvéve. Igen. Hogy 62-ben meg 81-ben tudták-e, hogy hazajön? Külön-külön tudták-e, hogy, tehát előre tudták-e a falu lakói, hogy hazajön? Hát amikor mi forgattunk, azt tudták, hogy aznap jön valamikor, de semmi olyan rászervezés nem volt, hogy akkor most tessék jönni, mert itt van az edit, hanem ők egymás között elterjesztették, de hát természetesen sűrítenünk kellett, és ezért jött ez nagyon hamar össze. De mi volt az első kérdés? A ház helye, illetve a templom helye, hogy ezek igen, hogyan pusztultak le. Igen, hát a ház ugye 62-ben még állt ott a fénykép, és azért vágtam szinte ilyen didaktikusan össze, hogy ott még áll a ház, itt már nem. Hát a telket megvette valaki, és a másik végében épített magának egy családi házat, szokásos kockaházat, de nekünk kellett külön rábeszélni arra, hogy ne bontsa le addig, amíg ez a forgatás le nem zajlik, hanem amikor már ez itt elutazott, akkor jöhet az exkavátor, és akkor azt is forgatjuk. Úgyhogy... Templom eltűnéséről tudsz valamit? Hát részleteket nem, de az is egy ilyen... Tiszakarád egy egész szegény falu, szegény zsidók laktak benne, egy viszonylag módosak voltak a Steinscheinben sógora, ez a Bíberék, különben ez is valószínű egy ilyen kis vályokból épült zsinagóga lehetetten nagyon könnyen az idővasfogának áldozatul esetett. Ezért csak a helyét tudták megmutatni neki, és ez itt odarakja a világ az emlékezés virágait. Igen. Tessék. De arra, én azt szeretném megkérdezni, hogy került a Magyarországra, mert én ismerem a történetét. A könyve folyamán került belül Magyarországra, 50-es évek vége fele, 58-59, nem? Az első könyve, amit lefordították. Mert én ismerem a történetét, hogy hogyan jött el Auschwitz-ot ellen, Izraelbe, hogy ott ért, hogy jött el. Nem tudok most visszaemlékezni pontosan, hogy a könyvből tudom, én avagy. Mert én biztos, hogy ismertem abban az időben. Hát ki téged így szeret, az 58-ban íródott, és azt hiszem közelesen, nem tudom pontosan az évet, de 60-as évek elején ki is adták. És a kiadás alkalmából hívták őt meg,
a férjével együtt. De gondolsz, akkor már tudtam, akkor az ő történet. 62-ben. Tessék. Én azt szeretném megkérdezni, hogy nem emlékszem, hogy erről szó volt, van-e információ, hogy több család volt ott Zakarádon, akit elvittek? Igen. Igen, hát volt még saját zsinagógájuk is, egy kis zsinagóga, úgyhogy összesen 8-10 család lehetett, senki nem jött vissza. Hát tulajdonképpen aztán ez országosan volt így, hogy szinte a falvakból teljesen eltűntek a zsidó családok. Hát pláne azon a vidéken, ott még volt is most szó, hogy nem állították meg a... Semmi téle gyökér, semmi nem maradt. Igen. A falvakban. És hát tőlük is elvitték az egész családot, és hál' Istennek 4 testvér megmaradt, de a szülők elpusztultak. És visszajönni senki nem jött vissza a faluba. Mert Edith is szlovákiai kerülő úton keresztül jutott ki Izraelbe, aztán onnan újabb kerülő utakon keresztül Olaszországban, ahol megismerkedett a Nino Rizzivel, a negyedik férjével, aki egyébként a Dino Rizzi másik rendezőnek a testvére. Nagyon érdekes volt ez a film, mert a kezdett az a gyönyörű ének, hát az teljesen annyira meghatott. És az a többször is énekel gyönyörűen, hát egy színpadra lenne való, tehát egy művész alakat, akár... Foglalkozott ilyesmivel is, igen. De az nagyon szívem, hogy ez a falu, hogy ez most is ilyen lekusztult falu. Mert én még ilyet, hát én ilyet nem láttam még. Hát eléggé. A Bodrog köz az egy nagyon szegény vidék ma is. Hát nem szegénysége múlik az, hogy olyan rendetetlen az egész. Az állatok is ott össze-vissza rohangáltak, a kutyák, meg a kondosok. Szóval rendetetlen. Tehát az nem szegénység. Hát ahol a Tisza egyik ága az körbe fogja a falut, ez is meghatározta az ő elhelyezkedésüket és vétezésüket. És hát annak idején, amikor készült a film, akkor volt lent a faluban is vetítés, és ott a helyi vezetők természetesen kifogásolták, hogy azért ennél eredményesebb, mert van itt egy félig meddig működő TS, meg hasonló, annak a terménysírója látható ott menet közben, amikor mennek, utaznak be a faluba. De hát Isten látja lelkem, mi ezt találtuk igazán jellemzőnek. Tehát elsősorban a visszaemlékező népesség. Most egy csomó dolog ugye természetesen nem lehetett kimondani ebben a 75 percben, mert a Fábián néni, akinél a tésztás vacsora van, az ő fiába volt szerelmes, és a fiú is az Editbe, ez volt az első szerelem, és erről szól a Ki téged így szeret című könyv. Aztán az Imre meghalt, betegségben korán, de az édesanyjára emlékszik, és akkor ott van ez ha nem is kérdezik, akkor is ezt mondom, ez volt az egyik fontos jelenet, amiért meg kellett küzdenem, nem az Edittel, hanem a Nemes Kürti tanár úrral, hogy bejön ez a volt osztálytársa, és van egy kulcsmondat, amit ki akart vetetni a tanár úr, hogy hát miért nem a cigányokon kezdték ezek a műszakot, miért rajtatok? De hát rajtuk, ebben a mondatban benne van, hogy hát veletek is lehetett volna folytatni, de miért nem a cigányok, mert akkor a
a cigány kérdés 81-82-ben akkoriban az elszlemesedéshez alapvetően hozzátartozott, hogy cigányok települtek be nem csak a zsidók helyére, hanem egyáltalán Tiszakarádra is. Nagyon igen. Jó, hogy benne maradt ez a mondat, hát ez viszont nagyon gazdagítja, hát az egészet tényleg megemeli, tehát ez nagyon fontos. Én azt szeretném kérdezni, hát számtalan, nem is pontosan meghatározott, nagyon fontos rétegei vannak ennek a filmnek, nem csak egy portré, egy művész portré, hanem tényleg akkor történelmi távlatban is, illetve hát azok az utalások az olasz neorealizmusra, vagy tényleg a falu, hát akár néprajzi vonatkozásai, amit itt felmerültek. Tehát nagyon szépen fel van építve, és mégis az egész egy folyamat követő. Nagyon sok kis szituatív felvétel, fantasztikus operatőri munkának lehetünk tanulni sok esetben. Az egész mégis egy olyan dramaturgiai szerkezet, hogy ezek a jelentésrétegek és az egész íve számomra nagyon szépen passzol, több csúcsponta. Hogy arra kérdeznék rá, hogy emlékszik vissza ennek a szerkesztésére, a dramaturgiai a munkára, hogyan, milyen élmények, milyen munkamódszerrel állt össze ez a film, ami mégiscsak egy lineáris, egy folyamat követő filmnek a igen, hát azt meséltem előtte, hogy ugye úgy jött létre, hogy eredetileg ez egy verkfilm lett volna, és amikor kiderült, hogy az Edith nem készítheti el abból a forgatókönyvből azt a filmet, akkor javasoltam én, hogy hát akkor legyen ebből egy portré. Na most kevésszer adatik meg, mert a televíziós taposó munkában, még ha dokumentumfilmről is legyen szó, nem adatott meg az a bizonyos fajta kényelem és rálátás, ami a filmgyárban megadatott. Tehát például el lehetett menni Rómába terepszemlézni. Ketten Vörös Éva drama, szegény meghalt dramaturggal, és hát a szerkezet az csak részben alakult a vágóasztalon. Elsősorban valóban volt egy alapelképzelés, és hát ehhez pedig azt tartozott hozzá, hogy és itt megint a különböző dokumentarista módszereknek az összeütközése, vagy megkérdőjelezése folyik, mert néhányan azt vetették a szememre a kollégák közül, hogy hát ez már majdnem játékfilm. Holott itt semmi más nem történt, csak rákészülés a dolgokra. Tehát azért nagyon nagy bánatom volt, hogy amikor az I.S. Gyulával beszélgetett, akkor nem volt két kamera, hanem csak egy volt, és az kellett ezzel a kezem-lábam módon valahogyan összevágni. Ráadásul ott még volt egy olyan lélektani gödör is, hogy elromlott a kamera. Még forgatás előtt. És fönt vagyunk az Gyula bácsinál, a dolgozó szobájában, a második szinten. És kérdez, hogy hol az Edith? Hát mondom, itt van lenn a kocsiban. Hát miért nem jön föl és beszélgetünk addig? Hát mondom, szó nem lehet róla, 19 éve nem látták egymást, most följön, és akkor mire megjavul a kamera, akkor nincs film. Addigra az összes puskaport ellövik. Úgyhogy ezt nagy nehezen sikerült elérni. De hát így is csak egy kamera volt, hol ott kettőnek kellett volna lenni. Viszont Tiszakarádon ragaszkodtam hozzá, hogy ott legyen a két kamera. A megérkezésnél az egyik egy emelvényen föntről veszi a taxit, a másik pedig a taxit követő kocsiból a fő operatőr, a kardos szállt ki, és ő addig a kombi taxinak a csomagterében fekvő hangmérnök, az kiszáll, de hál' Istennek már létezett ez a Mikroport nevű találmány, ami folyamatosan vette az Edith hangját, és ezért tudott teljesen hiteles képeket csinálni a kardosani a taxin belülről, és meg utána a másokkal való találkozásról is. Úgyhogy
milyen szempontból ez előre elképzelt volt valamelyest. Tehát előre meg volt például ugye a háznak, micsoda szimbolikája lesz a kinti és az itthoni háznak, ez előre meg volt írva akkor ez a... Ez képileg el volt képzelve, de ugye mi egy héttel előbb, mint hogy a tiszakarádi forgatás zajlott, akkor jártunk le az operatőrrel, és akkor vettük föl a romos zsidó temetőt is, mert a látogatás napjára már kipucolták természetesen, de előtte 30 évig hagyták pusztulni, és akkor vettük föl a házban a ház romjait is, amik többször visszatérnek a filmben. Hát az egy adottság, hogy ez a gyönyörű mediterrán környék, ahol a házuk van, ehhez képest ez egy óriási kontraszt. Tessék! Ez, és nekem az a problémám, vagyis a fő kérdés, hogy ennek az írónak egy rettenetes identitás problémája van, mintha sehol se lenne otthon. És talán éppen ez a lényeg a művészetének. Ez az újra felvájása a dolgoknak. Mintha nekem úgy tűnt volna, hogy soha se fog megbocsátani is. Tehát ő neki sokkal mélyebb az a fájdalma, amit nem nehéz ezt mondani, mint amit átért. Mert azért itt elhangzott, hogy itt paralel párhuzamosan nagyon hasonló történetek történtek. Több családdal is, ugye mindegyik család, aki elszármazott innen, nem jött vissza. Az ő más zsidó családok párhuzamos történetéről nem tudunk. És nekem a házzal kapcsolatban jutott eszébe, hiába építette fel a házat, otthontalan volt. Nem szeretett ott lakni. Ezzel a házzal meg nem törődött. Mert bennem azért ott bujkál, hogy azért nem volt vagyontalan ez a hölgy, még ha politikai problémák is akadályozták volna, titkon talán ezt a falut segíthette volna. Titkon talán, tehát nekem ez az igazi problémám, hogy mennyire őszinte volt az a sírás, amit ott láttunk. Hát ő megrendült attól, hogy 19 éve még állt a ház, most meg már romokban. De közben nem törődött vele. Tehát nekem, mert hogy azért nem úgy volt elszakítva ebből a világtól, mint mi, hogy mi nem mehetünk ki. Így és megfogom azt a problémát, hogy el kell engedni a fájdalmat, hogy meg kell bocsátani bizonyos értelemben, de kívül is kell lenni, ábrázolni is kell. És akkor valamit mondott, nem emlékszem pontosan, hogy letorkolt egy picit, nem tudom, elszerint. Te így érzed, én másképp látom. Igen. Ezt mondja. Lezárás képen, és akkor kezdenek el a fotókkal ottan babrálni, de nagyon jó rátapintott a lényegre, hogy ez az egész film valóban az identitás problémáját járja körül, hogy kik is vagyunk, mik is vagyunk valójában, mert kiderült, hogy neki ezekkel a népdalokkal, meg minden egyebekkel elég mély magyar gyökerei vannak, de végül is olyan mértékben olaszszá vált, hogy olaszul ír mindent, miközben magyarul is kitűnően beszél, és hát így és itt megfogalmaz valamit, hogy legyél kitűnő magyar, meg kitűnő olasz, amilyen vagy, és próbált fölülről nézni az zsidó voltodat. Én ezt viszont egy picit felülbírálnám, mert azt mondanám, hogy az identitásnak mind a három oldalát. Miért kéne fölülről nézni? Fel kell vállalni, igen. Tehát, pontosan. Igen. Úgyhogy a dolognak ez a lényege, és ez az identitás keresés valóban, azt hiszem, több vonatkozásban is végigvonul a filmben. Nekem ettől izgalmas és érdekes. Igen. A Mándi Ivánnál szólalt meg, már elnézést azonnal összejövetelen, ahol ott volt az ember Mária és még a Mírei Ferenc. És a Mándi Ivánnál szólalt meg, mert a képen ott volt. Igen. Mándi. Nagyon jó a kérdés. Ez több ez egyik kritikus is szóvá tette, hogy ott túl az egyik legnagyobb magyar író,
és nem szólal meg. Na most, ez egy, számomra egy alapvető dokumentarista hozzáállás kérdése. Hogyha ott volt egy majdnem egy órás beszélgetés, ott ült az Edith mellett, többször láttuk az arcát, meg minden. Ha ő nem szólal meg, akkor én nem tehetem meg azt, mint valódi dokumentarista, hogy azt mondom, hogy állj, Iván bátyám, te itt ülsz, és meg se szólalsz. Ez etikailag nonsens, hogy ezt megcsináljam. Tehát inkább vállaltam ezt, hogy ő a hallgatag úr, aki figyel, mert úgy gondoltuk, hogy ő is hozzá fog tudni tenni ehhez valamit, a másikak azok nagyon érdemben és alaposan hozzátettek. Az ember Mária éppen a másik oldalba való beleérzést is tudta hangsúlyozni, tehát nem csak a hajtőkanyarból visszaérkezett üldözött zsidónő fájdalmát. Azt el kell mondjam neked, én ezt láttam 82-ben is, és a film az vagy nem romlott, vagy akár javult. Szóval teljesen tartja magát, és megvan, úgyhogy nagyon örültem neki. És így utólag külön gratulálok a hangosztálynak, az Erdélyi Gábornak, mert a korabeli dokumentumfilmek hangjához képest ez fantasztikusan meg van csinálva. Szóval ahol nem érthető, ott azért nem érthetünk meg, mert annyira tájszólásban beszélnek vagy hadalnak, hogy egyszerűen budapesti ember ezt nehezen tudja követni. Amit viszont megkérdeznék tőled, ez a következő, hogy tulajdonképpen milyen problémákat jelentett neked, hogy nagy vadakat kellett filmezned? Hát ugye alapvetően a Brooke Edith az szemmel láthatólag egy hihetetlenül erős egyéniség, ahogy itt ugye már elemezték a kedves nézők, egy többszörösen sebzett és önmagán belül is sokféle konfliktust hordozó személyiség, de ugyanakkor egy hallatlanul erőteljes, már ha nem sértem meg őt itt távolba, erőszakosnak is nevezhető kemény egyéniség, és hát számomra csodálatos volt a I. és Gyulával együtt vannak, mert az ugye egy olyan dolog, hogy egyfelől átölelik egymást, de másfelől egy nagyon kemény pengeváltás zajlik itt, ahol mind a ketten építik a saját márvány emlékművüket, ugye, és igen, tudják, hogy ez ugye meg lesz őrizve a film által, és mind a kettő óriási egyéniség. Ugye hát így és valószínűleg nagyobb művész, a Brooke Edithnek valószínűleg nagyobb életdrámája van. Tehát egy nagyon izgalmas dolog. Neked, mint megfigyelő alkotónak, mit jelentett ez ilyen nagy vadakra vadászni, vagy őket megörökni? Ez egy más dolog, mint egy köznapi embert filmezni, nem? Hát igen, leginkább az Edith-tel való kontaktus és bánás volt az, ami sokszor pengejelen táncolt, mert sokszor javasolt forgatás közben is olyasmit, amire nekem kellett, mint rendezőnek mondani, hogy nem, ezt nem. Tehát nem menjünk, belerendezett a filmbe magyarul. Tehát nem menjünk le előre körülnézni a faluban, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz, hanem írjen úgy az élmény, ahogy meg fogod látni, hogy a 19 évvel ezelőtt még álló ház, az most romokban hever. És ez váltott ki ekkora sokkot belőle, de utána jött a kompromisszum, hogy azért rakjunk rá valamilyen verset, amit különben nem kellett volna rárakni. A másik, hát ez megint csak ilyen műhely dolog, hogy ez körülbelül, nem is tudom, hát egyrészt a kamerának folyamatosan mennie kell, mert nem tudod, ez olyan, mint a horgászat, nem tudni. Nem ezek 16-os kamerák voltak, ez ugye? 16-os. Igen, de nagyon jó színtechnika, egy csomó igen. Helyen. Egy-két helyen volt olyan, ahol igen. A fény talán kevés volt, igen. És, de folyamatosan forgatni kellett, például ott a falusiakkal való találkozásnál, mert nem lehetett tudni, hogy mikor, miből, mi jön ki. Hát ez a kis Basztalavorára című poén is, vagy egyebek. És hát a kérdés az volt, az már a
a vágóasztal és összeállítás környéke volt, hogy ez több mint másfél órás volt ez a kavalkád ott, és ebből készült az a 18 perc, ami végül bekerült. Ezt csak úgy lehetett elérni, hogy különböző próbaközönségeknek, baráti csoportoknak levetítettem ilyen variást, olyan variást, amolyant, és ebből jött ki nagyjából az a végeredmény, ami aztán látható a vásznon. Talán még azt megkérdezném tőled, hogy milyen volt a film fogadtatása 82-ben, amikor bemutatták? Vegyes. Bemutatták, szerepelt a filmszemlén is, Király István volt a zsűri elnök, és ő valami ilyen, akinek engem tanított az egyetemen is, sőt hozzáértem a szakdolgozatomat is a mai magyar filmkritikából, valami ilyesmit mondott, hogy ezek ilyen barokkos elemek vannak az egész dologban, nem tudom, mert hát az... Ez egy negatívum volt. Igen, mert ugye, hogy véletlenül akkor kértük a helikoptert, véletlenül, amikor a házat is bontják le, tehát fölülről is lehetett egy képet csinálni róla, meg a földszintről is. Ha szigorú akarok lenni, akkor azt mondom, hogy ez akkoriban egy részben szőnyeg alá söpölt probléma volt, és ezért el lett kenne. Szerintem csak minden más. És? A filmben elhangzott a másik kulcsmondat, amit a fiatal nő, aki vitte a gyereket a gáton, mondott, igen, hogy szeretik az embereknek szépíteni azt a csúfságot, amit elkövettek embertársaik és szomszédaik ellen. Igen. És még egy picit vitatkoznék ezzel az úrral, aki azt mondta, hogy nem tud az Edith megbocsátani. Én úgy érzem, hogy ő megbocsátott. Ő azt nem tudja megbocsátani, ezt a szőnyeg alá söprést. Ezt nem tudja megbocsátani. Igen. Hogy hát ez így. Hogy nem tanítják, hogy nem tudnak Németország, vagy nem tudtak akkor Németországban róla. Hát ez ügyben ő azóta is nagyon nekünk se tanították. Militánsan harcol az, hogy ez ügyben azóta is. Igen. A minden szinten, nem csak az iskolai ankétoknak a szintjén, hanem itt volt különböző egyéb atrocitások Olaszországban is, amikor fellépett és így tovább. Bár politikai pályára sosem lépett, de mindig kiállt a megkülönböztetések és a szőnyeg alásöprés ellen is. Még esetleg valakinek kérdése? Úgy tűnik, hogy... Magyarul nem írt? Nem írt regényt soha magyarul? Nem. Lett volna hozzá muníció? Nem. Hát nagyon jól is tudja a nyelvet, azóta is beszéltem vele telefonon, hibátlanul beszél. Ennek ellenére ő már olaszul tanult meg írni, meg versenni, meg minden. Gyermeke nincsen a... Nincs sajnos, mert ez Izrael után ő a második férjével, ez nincs benne a filmben természetesen, ilyen földközi tenger körüli lokálokban léptek föl, táncoltak egyéb, és akkor volt egy olyan abortusz, ami után nem lehet egy gyereke. És aztán került el Olaszországba, ahol összeismerkedett a Nellóval, és vele élnek együtt most már, ki tudja milyen. Egyébként a Zavattinit azt ne bántsad, mert annyira színes a fickó, az abnormalitásig színes, hogy... Én bántom? Most az előbb egy kicsit mondtad, hogy mintha ő is úgy bele lenne elöltetve a filmben, nincs, nagyon jó hely. Nem, a másik kettőre gondolt. A Zavattinit, tehát az csodálatos. Vitán felül áll. Jó, hát azt hiszem, hogy megköszönhetjük neked ezt a filmet, és szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is.
Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltak, és jövő hétfőn is várjuk Önöket. Thank you.